Online kérdeztük Székesfehérvár lakóit, hogy milyen javaslataik, észrevételeik vannak a város közlekedését illetően. A kérdésekből pedig az első kerekasztal beszélgetés résztvevői válogattak, és keresnek közösen válaszokat rá. A beszélgetés résztvevői Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere, Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke, Laskai Lóránt, a Mástart ZRT értékesítési igazgatója, Pásztor László, a Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvár és térsége területi szervezetének titkára. A beszélgetést végig moderálni fogja Látrányi Viktória, a Fehérvár Média Centrum főszerkesztője. Ezennel én át is adom neked, Viki, a szót. Jó beszélgetést kívánok! Köszönöm szépen, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát azt hiszem, a bevezetőben ugye megfogalmaztuk azt, hogy jelen és adottságok. Én azt szeretném kérni, hogy mindenki egy kicsit így a jelenről és az adottságokról fejtse ki a véleményét, hogy nyilván a saját szakterületén hogy látja a Székesfehérvár közlekedésének a jelenét és az adottságait. Na, tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit, azt is, aki most itt a helyszínen hallgat bennünket, és azokat is, akik majd a televízión keresztül teszik, illetve fogják megtenni ezt. Hát a jelen a kihívás, a jövő pedig a megoldás, reményeim szerint. Hú, ezt nagyon jól összefoglaltad, polgármester úr. Én azt gondolom a saját példámból kiindulva, hogy már sokkal-sokkal jobb, mint 10 évvel ezelőtt, de még mindig van hova fejlődni. És aminek örülök, hogy a mikromobilitás megjelent a városban. Köszönöm, elsősorban köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy a vasutat választották. Csak hogy egy mindennapi mondatot idézzek az állomásról, illetve a fedélzetről. Azért is különösen jó érzés itt lenni, mert én főiskolás koromban 4 évet töltöttem Fehérváron, és amikor lehet, most is vonattal, akkor vonattal kellett utaznom, most pedig a vonatot választom természetesen. Én is látok, ahogy Gábor is, változást, ahhoz képest jelentős változást, de természetesen szerintem itt majd szóba fog kerülni, hogy milyen tervek vannak, milyen víziók vannak akár a vasutat érintően is. Úgyhogy a részletekbe majd később akkor belemegyünk. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és a jövendő nézőket. A kerékpáros klub területén, tehát a kerékpáros és gyalogos közlekedés területén is óriási változások vannak. A városban, mint városlakóként én azt érzem, amit, hogyha bárki bármelyik fórumot megnyitja, mi az első, hogy dugó, 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 ez a jelenlegi állapot és ez a jelenlegi kihívás. És ezt kellene nekünk valahogy úgy alakítanunk a terveket, úgy kéne formálunk a jövőt, amire most unikális lehetőségünk van, hogy 20-30 év múlva egy olyan városban éljünk, 50 év múlva akár, amit szeretünk, ami élhető, ami járható, és hát a kevesebb lesz benne a dugó is. Hogyha már a Laci említette, ugye, hogy 20-30 év múlva olyan városban élhessünk, ki hogy látja 20-30, 40 vagy akár 50 év múlva, milyen lehet Székesfehérvár, vagy milyennek szeretni látni Székesfehérvár közlekedését? Hát ez egy nagyon komplex kérdés, rengeteg elemét lehet ennek kiemelni. Egy biztos, hogy pont ezért csak komplex gondolkodással lehet ebben gondolkodni, és jó lenne egy kicsit egymásra jobban odafigyelni a közlekedés szisztémájának kialakításában és napi használatában is, mert én ezt látom a legnagyobb kihívásnak, hogy szemléletet formáljunk, mert ma mindenki hajlamos csak azon közlekedési forma szempontjából nézni a közlekedést egy városban, vagy egy megyében, vagy egy országban, amit ő használ. És nem figyel azokra, akik meg más közlekedési eszközt szeretnének használni. És ebből fakad rengeteg konfliktus, már a tervezéstől számítva egészen a napi szintű reggeli vagy délutáni csúcsforgalomig, és ez igaz nagyvárosra, kisebb városra vagy kisebb településre egyaránt. Tehát én abban bízom, hogy ebben a 20-30 évben azt el tudjuk érni, hogy megszokottá válnak az egyes közlekedési formák, megszokottá válnak, hogy mindegyiket használjuk mi magunk is, és megszokottá válik, hogy odafigyelünk a másikra, miközben közlekedünk. Kicsit nyugodtabban fogjuk ezt megtenni, kicsit korábban indulunk el, kicsit több időt szánunk rá, rájövünk arra, hogy nem biztos, hogy 300 méterre is ugyanazzal kell menni, amivel most megyünk, és lesznek azok a formák, hogy van is alternatívája annak, hogy ebben választhatunk. És hogyha
egy vágyamat megfogalmazhatom, én egy villamos nagyon szeretnék látni Fehérváron hálózatként 20-30 év múlva. Már úgy valósult meg, hogy egy kicsit álmodozzunk is, meg hát menő jövő valahogy így van ugye a rendezvény címe is, hogy akkor álmodozzunk egy picit. De mondom, én az egymásra való odafigyelés képességének erősítését látom az egyik legnagyobb kihívásnak és az egyik legfontosabb megoldási elemnek. Köszönöm. Hát én stresszmentesen szeretnék közlekedni a következő 20-30 évben. Én ahogy most közlekedem, amilyen közlekedési eszközt használok, ez lehet, amikor gyaloglom, futom, biciklizem, rollerezem vagy autózom, én mindig a másikra haragszom, amelyik éppen nem használom, és egy stresszt okoz. Mostában sokat vonatozom, és beszélgetek emberekkel, mert nem kell vezetnem, és amikor azt mondom, hogy csak egy szót mondjon a közlekedésre, azt mondja, hogy stressz. És ez egy szó jut eszébe, ez nyilván a szervezés, az egész organizáció, stb. Plusz az egymás iránti tolerancia hiánya, hiszen mindenki azt gondolja, hogy ő a király, neki mindig elsőbsége van, és bármit tud, neki el kell jutnia a célba mindenki előtt. Ugye beszélünk dugókról Fehérváron, ami azt mondom, hogy nagyobb városba elmegyünk, akkor ez megmosolyogtató, hogy itt 10 percet kell állni, és nagyobb dugó nincsen azért Fehérváron, de a 10 perc is nyilván stresszt okoz. De ha már ilyen 20-30 meg 50 év volt a kérdés, hát az önvezetés nálam az már egy ilyen 10 éves időtáv, és hiszem azt, hogyha az önvezető technológia el tud terjedni, akkor kevésbé lesz stresszes, mert az önvezető autók szabályosan fognak közlekedni, betartva minden szabályt, ezáltal gyorsulni fog a közlekedésünk. A másik az, hogy tényleg kiszállunk a saját autókból, saját eszközökből, és elkezdünk sharing, megosztott eszközöket használni, hiszen az emberek nagy része mondjuk autóhasználatban reggel bejön, leparkolja, este hazaviszi, és teljesen fölöslegesen birtokolja azért az évi 2-3 alkalommal, amikor hosszabbat megy el, hiszen egy átlagos autós, aki napi használó, az 70 km többet nem használja az autóját napi szinten. És ha az 50 évet nézzük, én nekem bennem van a térbeli közlekedés, hogyha valamit még szeretnék megérni, bár csak még 50 évet élhetnék, de a térbeli közlekedés nagyon szívesen megélném, hogy elhagyjuk a sikot, és elkezdünk fölfele is közlekedni, ami most még sci-fi filmekbe, főleg ha valaki Star Wars rajongó, azért látszik, hogy milyen jó szervezetten megy, és abban a pillanatban a dugók is megszűnnek, meg a stressz is megszűnik. A vonattal kapcsolatban ezt nem biztos, hogy meg tudjuk ígérni, ha bár most nem sokat vonathozol, maradjon is így. Ha ez a kérdés, akkor szerintem az, hogy zöld lesz a közlekedés, vagy zöld legyen a közlekedés, az nagyon fontos, és azt gondolom, ezt nem csak kormányzati, hanem EU-s szinten is ugye megfogalmazták, hogy hova kellene eljutnunk akár a 2040-es, 2050-es évekre, és az nekünk egy fontos mondás, hogy ennek a közlekedésnek a gerince a vasút kell, hogy legyen európai szinten is. De nagyon fontos, amit polgármester úr mondott, hogy ezt az egészet komplexen kell felépíteni. Az, hogy a vasút ennek a gerince, az fontos, de nem biztos, hogy versenyként kell felfogni azt, hogy az autós közlekedéssel versenyzünk. Inkább azt, hogy hogyan tudja ezeket kiegészíteni egymást, az utolsó métereket hogyan tesszük meg. Egy adott távolságon felül természetesen a vonat is kényelmetlen, de mai nap is már a Nyugat-Európában az, hogy 600 kilométerre inkább a vonatot választják az emberek, az teljesen természetes. Úgyhogy azt mondom, hogy mindenképpen egy zöld jövő az, amit én várnék, és hogy a vasútnak ebbe lesz szerepe, az biztos. Én úgy képzelem a várost, hogy teli van zölddel. Teli van erdővel. Úgy képzelem el, hogy kevesebbet kell közlekedni azért, mert megtalálom a közelben a dolgokat. Most a egyik fő probléma az, hogy nagyon sokat kell menni. Van egy 15 perces város koncepció, ami létezik, aminek az a lényege, hogy a lehető legtöbb dolgot elérjük egy negyed órás, 20 perces, fél órás maximum, akár gyalogút árán. Ez óriási átépítéseket igényelne természetesen, és Székesfehérvár belvárosában biztos nem megvalósítható, mert hogy a munkahelyek kívül vannak. De csatlakozva az előzőekhez, mindegyikben van valami, ami óriási. Például a vasúttal zajlik egy együttműködésünk az utolsó kilométerek megtételje ügyében, hogy biciklivel megyünk a vasútig, aztán a vasút, aztán biciklivel a célpontig. Vagy közösségi közlekedése a célpontig, visszatérve a másikhoz, ami szintén egy olyan úton, olyan irányzat, amit azt gondolom, hogy a legjobb lenne megtenni. Én egy olyan városban nőttem fel, ahol olyan közösségi közlekedés volt, hogy minden pontját el lehetett érni a városnak fél órán belül. Miskolc,
ami 30 kilométer hosszú, vagy 25, nem tudom, jó hosszú. Én egy ilyen menetrendre vágyom, hogy rendszeresen menjenek a járatok, és rendszeresen lehessen közlekedni. Ahogy itt elhangzott, a mix. Azt szeretném, hogyha mindig a megfelelő közlekedési eszközt ki tudnánk választani az adott úti célunkhoz, az adott lehetőségekhez képest. Mikor 3 gyereket hurcoltunk, mi is autóztunk. Teljesen természetes volt, mert nem lehetett másképp a különböző helyekre elhordani gyerekeket. Tehát ez élethelyzettől természetesen függ, hogy ki hogy közlekedik és ki mit választ. Most az unokáimat már nem én autózom, hanem a gyerekem autóztatja őket. Én oda megyek, ahová ők, biciklivel. Tehát változik a helyzet, de én azt szeretném, hogy 50 év múlva Fehérváron ne húzódjanak keresztül 4-sávos autópályák, mint most mondjuk a Palotai út, vagy akár a Budai út. Én azt szeretném, hogy ahogy mondta itt is a kolléga, hogy stresszmentesen, nyugodtan és jó levegőben tudnánk közlekedni. Ugye itt már a beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy szó lesz majd a fejlesztésekről, elképzelésekről, és Laskai Lóránt is célzott rá, hogy a MÁV-ot érintő fejlesztésről is szó lesz. Azt hiszem az egyik ilyen elképzelés az intermodális közlekedési központnak a koncepciója, amely az alternatívát, a közösségi közlekedés erősítését is segítheti. Valóban így van, de egy pillanatra arra reagálnék, hogy de ez az egész, amiről Vaci beszélt, szemléletformálás nélkül nem elképzelhető. Ugyanis ma a Fehérváron 15 perc alatt gyakorlatilag mindent elérünk, ami az életünkhöz kell. Ma is elérjük. Ott vannak az óvodák, ott vannak az iskolák 15 percen belül, ott vannak a kereskedelmi egységek 15 percen belül, rengeteg közösségi tér 12-15 percen belül, játszóterek 15 percen belül. Legfeljebb a munkahely nincsen. Azt azért nem tudnám elképzelni, hogy az ország legnagyobb ipari parkjai itt vannak a belvárosban. Tehát ezt én nem tartanám egy helyes iránynak, már pedig valahol az emberek dolgozni fognak 20-30 év múlva is. De minden más negyed órán belül van, mégis beülünk az autóba. Tehát szemléletformálás nélkül ezek szép mondatok, csak önmagában nem fogjuk elérni azt a célt, amit ezekkel megfogalmazunk. Ami az intermodális közösségi közlekedési centrumot jelenti, Ez egy óriási lehetőség a városnak. Aki járt ilyet és látott ilyet Nyugat-Európában, az pontosan tudja, hogy mekkora érték az, hogy az egyes közlekedési formák egy csomópontban megtalálhatók, ezáltal nagyon könnyen át lehet szállni egyikről a másikra. Egyiket használom mondjuk a hosszú útra, utána megérkezem ott a már a városon belül közlekedésre, egy másikat vagy egy harmadikat veszek igénybe, vagy a környező településekről oda jövök rögtön, ott szállok át mondjuk egy másik közlekedési eszközre, és így megyek tovább. Ezt tudja adni az intermodális. Én ilyet egy Segovia nevű spanyol városban láttam, ami körülbelül 90 kilométerre található Madridtól, ez egy teljes egészében kulturális örökség és világörökség része, egy az egybe, tehát nem egy-egy épület, hanem az egész város az. És ennek a szélén van egy ilyen intermodális közösségi központ. Madridból megérkeztünk oda vonattal, gyors vasúttal, utána ott kiszálltunk, rögtön ott volt egyébként a helyközi és távolsági buszoknak a megállója, és ott volt egyébként az a buszjáratrendszer, ami bevitt a magába, a belvárosba, és ugyanezt csináltuk egyébként fordítva. Tökéletesen működött, és valami ilyennek képzeljük el az ittenit is. Ugye nagyon előre haladott állapotban van, szerencsére gyakorlatilag minden előkészítve, megszülettek a megállapodások minden szereplő részéről, és most semmi akadálya nem látszik annak, hogy a közbeszerzési eljárás már a kivitelezésre vonatkozóan elinduljon, és valamikor 2022-ben pedig maga a kivitelezési munka, ami körülbelül kettő és fél év alatt fog teljes egészében befejeződni. Ennek ráadásul van egy óriási egyéb lehetősége, hiszen megnyitja a Mártirok MÁV fölötti átkötő nagy felüljáróval a lehetőséget a déli városrész bekapcsolása tekintetében, ami azért is jó, mert meg tudnánk vele akadályozni, hogy terebélyesedjen tovább a város, ami szerintem nem lehet Fehérvár érdeke semmilyen szempontból. Úgyhogy ezért érdemes a déli városrészt megnyitni, és kifejezetten zöld koncepció mellett átgondolni annak az egésznek a
a részbeni beépítését, részbeni nagy zöld területekkel való ellátását. Egyébként a fontos partnerekkel erről már egy együttműködésben gondolkodunk is. Nem fog máshogy menni a közlekedés kérdésének megoldása, mint hogy bizonyos nagy külső és sajnos évtizedekkel ezelőtt elhalasztott gyűjtőüthálózatrendszernek a megépítése, és igen, akkor lehet figyelembe venni azt, hogy a csomópontok szűkös kapacitása miatt ki kell tolni a tág értelembe vett belvárosból a forgalmat, de ezt akkor lehet megtenni, hogyha van alternatíva, amit föl tudunk ajánlani az embereknek. Ha nincsen, akkor akármit gondolunk mi erről, ők fogják ezt használni, magyarul be fognak állni reggel a sor végére. Ha már nálam van a mikrofon, akkor reagálnék rá. A polgármester úr említette a szemlélet formálást. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit csatlakozva az IMC-hez is, hogy a mai nap a közösségi közlekedést használók általában úgy keresik a lehetőségeket, hogy beütik a keresőbe, és van egy ilyen szűrési pont, hogy átszállások száma, és rendszerint ugye úgy szeretnének eljutni A-ból B-be, hogy egyből oda menjek, mert mi van, hogy át kell szállnom, egy bizonytalanság van bennük, nincs átjárhatóság egyébként a tarifális rendszerek között sem. Az utas tájékoztatás jó, most van a Google Maps-en azért nagyjából, mert ugye követhető az, hogy akár real time is, hogy késik, nem késik egy szolgáltató, de azért ez még nem annyira biztosan működik. És akkor egy előző gondolatra is visszatérve a komplexitásra, hogy nagyjából mi hogy gondolkodunk a fejlesztéseinkben. Nagyon fontos az, hogy legyen egy infrastruktúrális alap, tehát hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelő a vasúti pálya, most csak kicsit ilyen vasutasan gondolkodva, hogy legyenek megfelelő eszközök ezen a pályán. Azt gondolom, ebben azért az elmúlt években volt előrelépés, főleg itt a Székesfehérvári-Budapest viszonylatban, hiszen villamosítás, pályafelújítás, új állomások, új eszközök, hiszen most már szinte csak ebbe a viszonylatban ugye modern motorvonatok közlekednek. Ami fontos, hogy legyen ugye egy menetrendi összehangolás is. Ugye ez adja igazából ez a hármasa, ennek a hard összetevőit ennek az egésznek. De ami nagyon fontos, és főleg az IMC-k esetében az átszállásos közlekedésben fontos, hogy ennek a soft része is rendben legyen. Rendben legyen az, hogy van egy tarifális összehangolás, egy megfelelő díjtermék van hozzá, hogy eljussunk ugye akár Budapestre. A mai nap ugye ez egyrészt nem egy olcsó mulatság bejárni Budapestre, meg kell vennem, ha nem használok autót, egy székesfehérvári helyi bérletet, ami nem tudom, most 7000 forint környékén van. Hogy bejussak Budapestig, az nagyjából 50000 forint egy havi dolgozóbérlet, és hogyha még Budapesten akarok közlekedni, ott is meg kell vennem a 10500 forintért, hogyha a munkáltató ugye kifizeti ezt nekem, hogyha olyan jó fej, akkor még azt is, és ezt három különböző helyen kell megvennem. Tehát, hogy azért ez nem egy egyszerű kihívás a közösségi közlekedésbe, úgyhogy mindenképpen ezt a soft részét is biztosítani kell ehhez, hogy igazából itt a stresszmentességen tovább menve, igazából ez az egész egy ilyen élményszerű legyen, hogy akár egy applikációba egy termék kiválasztásával egy QR kódot megkapva tudjak a mindkét helyi közlekedésbe és még a helyközi közlekedésbe, akár a vonatot és a busz között választva közlekedni minden nap. Úgyhogy a kicsit az IMC témakört egy kicsit így kitágítva, tehát nem csak infrastruktúráról beszélünk ilyenkor, hanem igazából a köré épülő információról és utastájékoztatásról és tarifáról is természetesen. Most hát még az IMC-hez hadd kérdezzem meg, a napokban mondta polgármester úr, hogy a Vasvár gimnázium ablakait cserélik. Én az IMC tervét, mikor utoljára láttam, arról volt szó, hogy lebontják a gimnáziumot, tehát ez számomra nem egészen világos. Sose volt róla szó, hogy lebontjuk azt az épületet. Arról volt szó, hogy a gimnázium átköltözik egy új épületbe, de az az épület ott marad. Tehát annak az épületnek a lebontásáról azért sem volt soha szó, hiszen az egy helyi védettséggel rendelkező épület együttes, de ebben az új koncepcióban nem kerül a Vasvári át a csónakázótóhoz, hanem a jelenlegi helyén kerül felújításra. Nyilván az ehhez megfelelő műszaki tartalomnak a biztosítása mellett, és részben az IMC azon logikája okán, hogy a vidéki diák az egy közlekedési eszközzel gyakorlatilag rögtön az iskolájához tudjon megérkezni, és ne kelljen onnan még átszelni a várost.
Köszönöm. A másik kérdés, amivel csatlakozni polgármester úrhoz, ez a szemléletváltozás, szemléletformálásnak az eszközei. Ennek a legegyszerűbb eszköze, hogy a pénztárcájához nyúlunk az embernek. Ha drága a parkolási díj, akkor biztos, hogy kevesebben fognak bejönni a belvárosba. Ha korlátozva van sebesség, amit nagyon örülök és egyetértek, minél több utcán legyen 30-as sebességkorlátozás, akkor nehezebben fognak bejönni az emberek. Tehát lehet ezt egy kicsit, hogy mondjam, nem csak propagandával, hanem kemény eszközökkel is kikényszeríteni kvázi. Igen, csak ez a különbség a között, hogy valaki csak egy szemléletpontból nézi az egész városi közlekedést, vagy a polgármester szemszöge, akinek muszáj mindenkire figyelni, és mindenkinek alternatívát adni. Tehát a kemény eszköz az szerintem mindaddig nem sportszerű, ameddig nem adtam alternatív lehetőséget a fehérváriaknak arra, hogy másként és máshogy közlekedjenek. Ha megteremtettem az alternatív lehetőségeket, akkor kezdhetek el szigorítani, mert nem így csinálom, akkor nem vagyok korrekt a saját polgáraim irányában, már pedig szerintem egy önkormányzattól elvár, hogy a saját polgárai fele korrekt döntéseket hozzon. Ezért kellenek a külső utak, ezért kellenek a P plusz R parkolók, ezért kellenek a parkolóházak, és amikor ezek megvannak, akkor lehet a felszíni parkolás tekintetében ezeket a lépéseket megtenni. Ha előtte teszem meg, akkor csak társadalmi feszültséget okozok, anélkül, hogy megoldást kínáltam volna az embereknek, akik egyébként ugyanúgy be fognak ülni az autóba, ugyanúgy el fognak jönni, csak többe fog nekik kerülni, és még zúgolódni is fognak. Tehát ezért mondtuk mi azt, hogy lépcsőről lépcsőre kell elérni ezt a helyzetet. Ugye mindig Nyugat-Európára hivatkozzuk, na de Nyugat-Európában a mai fehérvári autóknál 2-3-szorosa van egy hasonló jellegű városban. Tehát én értem én, hogy az a példa, de az a példa az ezen a szinten van, mi pedig itt vagyunk, itt szennyezi a környezetet, mi meg itt szennyezzük a környezetet ebben a pillanatban. Mert Amsterdamot hozzuk, de Amsterdamban arányosan lakosság szám arányosan nagyjából 3-szoros autót létszám van, vagy szám, mint Fehérváron, lakosság szám arányosan. Vagy akár mondjuk duplája, mint Budapesten. Tehát azért fontos szerintem, hogy ne egy pici elemét emeljük ki, mi magunk sem, akik próbáljuk formálni a közvéleményt, hanem az egész egynek fontos a komplexitását hangsúlyozni, és egy város csak így szabad fejleszteni, mert ezt nevezik városfejlesztésnek. És ha már az intermodális csomópont, ugye amikről itt szó esett, az nekem az az alap infrastruktúra, amit meg kell teremteni, hogy rá tudjunk építeni. És nekem a soft dolgok sokkal fontosabbak majd, hogy oké, hogy megérkezek egy ilyen csomópontba, de nem busszal akarok tovább menni, akkor rendelkezésre áll-e nekem bármi más továbbmeneti lehetőség. Nyilván a sharing szolgáltatókra gondolok elsősorban a mikromobilitásra, a megosztásra, de ha nem is azt mondjuk a saját eszközömet tudom-e használni. Mert mondjuk van egy saját rollerem, én szívesen elmegyek a csomópontig, ott le tudom-e tenni, tudom-e biztonságosan tárolni, tudom-e ott hagyni, letántán tölteni is, ez nyilván kerülhet valamennyi pénzbe is, hiszen egy szolgáltást nyújtanak. Vagy vigyem magammal, akkor tudom-e magammal vinni, akkor az minek fog minősülni. Épp erről beszélgettünk, csomag-e vagy nem csomag, kell-e külőjegyet venni neki, nem, ahova érkezem, ott fel vagyunk-e készülve, és a csomópont az egy fontos dolog, de utána nyilván az új város rész egy következmény, meg egy lehetősége a városnak, de a város belső részének a szerkezetének nyilván tök jó lenne, ha itt is karbonsemleges zónák lennének, és de nincsenek, mert nem vagyunk még rá készen, és nem is szabad meghozni ezeket. De az, hogy egy üzletbe be tudok-e menni, hogyha rollerrel vagyok. Vagy kint le kell támasztanom, és bent azon stresszelni, és megint a közlekedésbe fogok stresszelni, hogy mire kimegyek, ott lesz-e. Valaki, mert eltolja el, vagy nem. Ha beviszem, hova vihetem be, hogyan vihetem be. Az alapján fogok választani üzletet, hogy bevihetem-e az eszközmet, vagy nem. Hiszen mi a cél? Szálljunk ki az autóból. Használjunk biciklit, használjunk rollert, használjunk motorkerékpárt, ezáltal fog csökkenni az autóterhelés. Csak ugye az autóterhelésnél a munkábeárakon kívül kik terhelik nagyon? Terhelik az iskolások, akiket visznek a szülők iskolába. Felső tagozat, középiskola járhatna egyéb eszközökkel is, de ma még az alapinfrastruktúránk erre nem alkalmas, még nincs kész. Mert vannak kerékpársávjaink, de nincs mindenhol kerékpársáv, de lesznek, előbb-utóbb kell, hogy legyenek. A csomópont jó lesz, mert oda legalább be tud jönni. Agglomeráció. Én Seregélyesről járok be sokat. Seregélyesről el nem mernék indulni semmilyen kétkerekűvel, mert a 62-esen azonnal, hogy ott maradnék, mert akkora átmenő forgalom van rajta, hogy nem. Mehetnék Dinnyésnek, de annyira mehetnék Szegednek is. Tehát, hogy nyilván kerülhetnék, nem fér bele az időbe. Meg kell tudnunk teremteni azt, hogy egy csomópont van, hogyan tudom azt megközelíteni a környékről. Mert jelenleg csak autóval tudom, amit valahol le fogok tárolni egész napra. Tehát a csomópont egy nagyon-nagyon fontos lépés, ez egy szükséges, de még nem elégséges lépés ahhoz, hogy egyébként a város belső közlekedését meg tudjuk reformálni. És csak talán annyi, hogy az, hogy megvan az infrastruktúra, se feltétlenül elég,
hiszen látjuk, hogy több helyen már megvan az infrastruktúra, de mégsem feltétlenül azt használjuk. Tehát fölvállalta a város a konfliktust, megcsinálta az infrastruktúrát, leszűkítette a teret, mondjuk az autósok érdekeivel szemben, és mégis a járdán közlekedünk. Tehát muszáj, ha nem, azért mondom a szemléletformálást, mert szemléletformálás nélkül nincs semmi. Ugye nem véletlenül a kerékpáros klubban folyamatosan arról beszélünk, hogy hogy tudjuk meggyőzni az embereket, hogy az egymásra figyelés nagyobb legyen a közlekedésben. Mert nyilván azért nem megy a kerékpáros, mert a várkörúton kerékpároz, mert fél az autóstól. Az autós azt mondja, hogy ő nem tud rendesen közlekedni, mert ott a kerékpáros. De ha a kerékpáros fölmegy a járdán, akkor jön a gyalogostól ugyanezt. De hát ott a kerékpársán miért nem azt tetszik használni. És ez csak közös erővel, közös szemléletformálással, nagy energiák mentén valósítható meg. De én hiszek abban, hogy megvalósul, mert Nyugat-Európában látjuk, hogy ugyanezek a technológiai megoldások, infrastruktúrák igenis működnek. És nyilván ott se úgy jött létre, hogy egy hétfő reggel egyszerűen mindenki tudott közlekedni. Idő kell, folyamatos fejlesztés az infrastruktúrának és a szemléletnek a formálása. És ez csak egy összefogás eredménye lehet, és ezen belül bizony lesznek olyan lépések, ahol a komfortzónából pedig majd ki kell lépni, ami nem lesz egyszerű, teszem hozzá, mert emberek vagyunk, és ami jó és kényelmes, azt nehéz ott hagyni. És ami ez viszont jó hír, hogy ugyanakkor azt mondjuk, hogy edukáció meg, hogy nem tartunk ott, de a roller, ami most hogy itt van a városban, és a megosztó szolgáltató is itt van, ami egy nagyvárosban, a fővárosunkban óriási konfliktusokat okoz, meg dobálják szanaszét, beldobják a Dunába, nem úgy használják, ebbe a városban valamiért nincsen konfliktus. És az emberek használják, és eltűrik, és túlszabályozni sem kell a használatukat, és erre akár egy külföldi példát is lehet hozni, hogy nyáron és Spanyolországba járva két nagyváros kérdeztem meg, hogy hogyan szabályoztátok a roller használatot, és nem értették a kérdést. Azt mondták, hogy benne van a kultúránkba, és használtuk. Annyit tettünk, hogy a kerékpársávokra fölfestettünk egy roller emblémát is, és nyugodtan megélnek egymás mellett a gyalogosok, a rolleresek, a biciklisek és az autósok, tolerálják. Nyilván ebben nagyon nagy türelem kell, nálunk azért még odév van, de edukációban nem reménytelen a helyzet, és ezt a jelenlévő szolgáltató példája mutatja, és az is, hogy ha nem akarta a város, hogy a belvárosba rollerezzenek, meg tudta oldani, hogy ott nem lehet rollerezni vele, egyszerűen nem megy, technológia megoldotta. Köszönöm szépen. Itt egyetértünk, a várkörútot le kell szűkíteni, és több ilyen utcát is, és ezt mindig is támogattuk a várost ebben. És az oktatásban, hogy ne járdázunk, hadd mutassam be ezt a kiadványunkat, a kerékpáros kisokos nevű kis füzetünket, amiből hoztam mindenkinek, hadd adjam most oda, sok szeretettel mindenkinek. A legfrissebb kiadását a rendőrséggel közösen együttműködve készítettük el, és hangsúlyozottan szerepelnek benne az alapszabályokon kívül az is, hogy ne járdázz, például ez a probléma. A napokban sikerült megbeszélni Török Szabolcs úrral, hogy a város iskoláiba is eljuttatjuk nagy mennyiségben ezt a kisokost, és lehetőséget nyújtunk oktatásra is, mert ez a másik szemléletformálás. A Magyar Kerékpáros Klubnak van egy Bebic nevű programja, aminek keretén belül megmutatjuk, hogy hogy kell a városban közlekedni. Idén ősszel volt 3-4 ilyen rendezvényünk például, csak most szeptemberben. Azt tudom mondani, aki nálunk tanul, az utána nem járdázik. Az tudja, hogy hogy kell használni a körforgalmat. Az tudja, hogy hogy kell menni. De a félelem az bennük van. Az tényleg bennük van. Most fogunk csinálni egy oldaltávolságmérős projektet, aminek az a lényege, hogy megmérjük, hogy milyen közel haladnak el a mellettünk az autók. A várkörúton is az a probléma, számtalanszor azt figyeltem, én megyek a sávban, és az autó hozzám közelebb van, mint a betonfalhoz. Jobban fél a kőtől, mint tőlem a puha testűtől. Engem ez mondjuk nem izgat, de megértem azt, hogy nagyon sok embert izgat és érdekel. Ugyanez a probléma részben a Berényi úton is. Az útjaink olyanok, amilyenek, nem tudom, hogy geometriai szélesség, mérnöki dolgok, ezekhez én nem értek, ez nem az én pályám, de ezeken az utakon mindenütt olyan figyelmet úgy kellene vezetni a gépkocsi vezetőknek, hogy számoljanak azzal, hogyha 20 centivel mennek el a könyökön mellett, azt nem érezzük jól magunkat. És azért fogjuk a jövőben is folytatni ezeket a bebiciklizéseket, azért juttatjuk el ezt a kisokost is, azért szeretnénk, hogyha a városnak az autóval közlekedő polgárai is megismerjék, hogy egymásra figyelve, biztonságban együtt közlekedhessünk az úton.
Ugye a közösségi közlekedésnek a szerves része például az autóbusz közlekedés. Itt várhatóak fejlemények, hiszen itt a köszöntőben is elhangzott, hogy komoly fejlesztés lesz, megújul a városi autóbuszpark, és indul a zöld busz program is. Ez javíthat? Hát minden ilyen javíthat, egyik sem csodaszer önmagában, de a megoldásnak fontos része. Amit itt pontosan ugye látunk és el tudjuk mondani, hogy a buszpark az nagyon jelentősen megújul, ez gyakorlatilag folyamatos, ugye megérkezett az első 23 vadonatúj csuklós autóbusz, ezt most követte egy volán alvállalkozóján keresztül további 10, jövőre érkezik 12 elektromos autóbusz, fontos látni, hogy itt nem csak elektromos buszt kell beszereznünk és azt működtetnünk, hanem az infrastruktúra kell, azt tölteni kell, ami nem annyira egyszerű, mert az már hálózati kérdéseket is fölvet, de 12 szóló elektromos autóbusz gyakorlatilag megrendelés alatt van, és jövő évben valamikor forgalomba fog állni. Vannak itt fontos partnereink, akivel próbálunk internetet varázsolni ezekre az autóbuszokra, hogy a középiskolás diákok számára ez tényleg igazán vonzóvá váljon. Nem titok, hogy dolgozunk azon, hogy gyakorlatilag ingyenes legyen a közösségi közlekedés a diákoknak. Mi nem a 14 évet látjuk egy jó életkornak, bár fontos előrelépés, azt gondolom, ez a fővárosban, de mi 18 évben, illetve abban gondolkodunk, hogy érettségiig biztosítanánk ezt a fiataloknak, mert az sokkal reálisabb, hogy egy középiskolást már elengednek, ő már önállóan fog közlekedni, hazajutni, vagy reggel eljutni az iskolába, úgyhogy azt szeretnénk jövőre bevezetni, hogy ingyen, ha ezt a támogatási rendszer nem engedi, akkor pedig maximum egy havi bérlet, az egy menetjegynek az ára legyen, ami szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte ingyenes közlekedést biztosítana. Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Ezek szerintem megvalósulnak, és az a maradék néhány régebbi busz is biztos vagyok benne, hogy 1-2-3 éven belül lecserélésre kerül. Tehát ezek modern, sok esetben abszolút környezetkímélő, vagy teljesen zöld autóbuszok, alacsony padlósok, légkondis buszok, zárójelhoz persze be is kell kapcsolni a légkondit, ami összefügg a sofőr kiegészítő fizetésével, hiszen ő az üzemanyag megtakarításból, ami egyébként környezetvédelmi cél is kap megtakarítást, tehát ezeket azt mondom, szintén ugyanúgy össze kell hangolni. És hát nagyon jó lenne a hálózatot bővíteni, ehhez viszont plusz eszközökre van szükség, nem önmagában csak a döntésre, de úgy látjuk, hogy 22-ben, ahol mikor egy szolgáltatóval egy új szerződést köthetünk a következő évekre, egy magasabb kilométerszámban fogunk tudni megállapodni, ami lehetővé teszi azt, hogy a menetrendet érdemben és tartalmát tekintve bővíteni tudjuk, időben is, tehát reggel korábban menjenek autóbuszok, és este a színház után még autóbusszal egyébként haza lehessen menni. Éjfél körültől már úgyis a rollerek vannak inkább használatban, azt tapasztaljuk jelenleg az elmúlt hetekben, hónapokban, szerencsére eddig baleset nélkül, ezt azért szeretném hozzátenni, különösen a szülők megnyugtatása érdekében, de a menetrendet bővíteni kell. Ez viszont pénzbe kerül, a jelenlegi szintű menetrendre a jelenlegi eszközparkkal 1,2 milliárd forintot költünk évente közösségi közlekedésre. Ez az, amit az önkormányzat tesz bele. Tehát amit sem az állam nem fizet ki, sem a igénybevevő bérlet és jegyvásárlók nem fizetnek ki. Ennyibe kerül a városnak a jelenlegi közösségi közlekedés. Mi úgy számoljuk, hogy az az ideális szint, amit el kéne érni, az közelebb lesz a 2 milliárdhoz, mint az 1 milliárdhoz. De ebbe investálni kell, tehát ez a polgármester problémája oldja meg, mert hogy efele megyünk előre. De azt is érzékelni kell, hogy azok a városok, amik jobb közösségi közlekedést adnak, mondjuk én Pécset ismerem, oda jártam egyetemre, és akkor is jó volt a közlekedésre, és mégis azt látjuk, hogy csökken évről évre a pécsi közösségi közlekedést igénybe vevőknek a száma. Tehát megint eljutunk odáig, hogy önmagában a jó eszköz, a jó menetrend még nem biztos, hogy azt eredményezi, hogy az emberek azt használják, hanem és ott már majd bejönnek azok a lépések, hogy ha egyébként ingyen van a gyereknek a közlekedés, amit a város közössége biztosít, akkor adtunk alternatívát, akkor ehhez kapcsolódóan már az önkormányzat egyéb területeken meg esetleg szigoríthat, mert ezt önmagában nem elsősorban szociális okok miatt tesszük, bár azt a célt is szolgálja, hanem azért, hogy többen használják, hogy reggel kevesebben üljenek be az autóba, vagy legalábbis ne ugyanabba a fél órába autózzunk keresztül kasul, vagy nem vigyük el a gyereket a város másik lévő iskolába, hogy utána egyébként elmenjünk egy harmadik helyre, ahol meg a munkahelyünk van. Tehát a cél az kifejezetten
közlekedésen túl egy környezetvédelmi, klímavédelmi cél, amire kötelezettséget vállalt a város. Zander 2-hoz csatlakozott minden 23 megyejugú város Magyarországon. Ebben 2050-ig és részben 2030-ig kőkemény CO2 kibocsátás csökkentő célokat vállalt valamennyi város, aki ebbe benne van. Ez nyilván kötelezettséget ró Fehérvár önkormányzatára is. Ezen keresztül készül a klímastratégia, hamarosan társadalmi vitára kerül, évvégéig el kell fogadnunk. Ennek az egyik leghangsúlyosabb eleme az a város közlekedési rendszerének kérdése, és ami egyébként az én szívemből szól, hogy minél több területet közösségi térré, minél több területet parkká tudjuk átalakítani. Legyenek sétáló utcáink, ahova bemehetünk, de ehhez meg kell teremtenünk az alternatívákat a közlekedők irányába. Ugye a zöld busz volt a kérdés, én azt gondolom, hogy a zöld busz egy nagyon fontos terelőerő lehet abba az irányba, hogy a fiataloknak a fenntarthatóság fontos, tehát meg fogják érteni azt, hogy ezen cool menni ez egy ilyen járművel, de kell rá a különböző szolgáltások, a wifi, illetve egyéb tartalomszolgáltások, illetve az azt követően, hogy hogyan tegyék meg a busz megállótól azt a végtelennek tűnő 200-300-400 métert, ami az iskola kapu. Mert nem mindig ott van a busz megálló, az iskola kapu van, és arra kell tudni alternatívákat mutatni. És valahogy lenne mindig az, hogy divatot kellene csinálni a közösségi közlekedésből. Tehát ezt vonzóvá kell tenni, szexivé kell tenni, mert abban a pillanatban, hogyha az, akkor érzelmileg fogják használni, hiszen a döntéseinknek azért nagy része azért, főleg ha kötődünk valami, ez nagyon irracionális, ha csak a saját mobiltelefonunkat nézzük, akkor valószínűleg nem racionálisan választottuk ki, hanem valamilyen érzelmi alapon választottuk ki. Így lesz a közlekedéssel is, hogyha ezt meg tudjuk találni, ezt az érzelmi szálat, akkor abban a pillanatban ez vonzó lesz, és fogják használni. Ez mindenképpen jó hallani, hogy vannak ilyen fejlesztések, vagy ilyen távlatok vannak Fehérváron, mert ugye, hogyha fejlődik a közösségi közlekedés egy városba, akkor ugye ez itt tud rákapcsolódni egyébként a vasútra is, tehát hogyha ez megvalósul, akkor valószínűleg a egyéb távolságok leküzdésére is akkor a helyközi közlekedést fogják választani. Ami még fontos, és nem mindig szokott egyébként szempont lenni még egyelőre, szerintem az ilyen beszerzéseknél, de hogyha van lehetőség, akkor felhívom erre is a figyelmet, hogy teljesen nagyon jó, hogy van egy busz, de az, hogy pontosan a tarifális átjárhatóságok biztosítva legyenek, az is nagyon fontos, hogy mondjuk ezeken a buszokon, amivel nagyon sokszor szembesülünk egyébként mostanában, hogy nincsenek megfelelő mondjuk validátorok, amik mondjuk azt a QR-kódot el tudják fogadni. Ugye amit most a MÁV-ban meg lehet venni például a székesfehérvári helyi közlekedésre a bérleteket, és ez egyelőre ugye nem azon a kifinomult módon történik az ellenőrzése, hogy ennek történnie kellene, hanem szemrevételezéssel történik. Ez egy kicsit nem is teszi annyira népszerűvé, meg ami fontos, hogy ugye nem csak a kontroll, ami ebből a szempontból figyelembe kell venni, hanem az is, hogy az ilyen eszközökön keresztül tudjuk igazából az utasigényeket, az utasforgalmat is detektálni. Tehát úgy, erre tudunk tervezni, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk egy sokan validálnak egy buszon, akkor lehet, hogy kapacitást kell bővíteni, több buszt kell indítani, vagy azt is, ezeket az átjárhatóságokat, hogy mondjuk ezen a buszon validált, akkor melyik vonatra szállt föl. Tehát ez nagyon sok adatot lehet ezekből kinyerni, úgyhogy ha ez a jövőben egy, hogy is mondjam, szempont tud lenni mondjuk egy ilyen város esetében a beszerzéseknél, azután a nagyban tudja azt a komplex gondolkodást, az integrációt is segíteni, hogy ezek a rendszerek átjárhatóvá váljanak. És ami még itt a fiatalokkal kapcsolatosan fontos, hogy ugye őket bevonzuk, és tényleg, ha már említettem az applikációt, ők már ebben élnek, tehát hogy valahogy ezen keresztül is, hogyha ők meg tudják oldani ezeket a helyzeteket, van eszközük erre, akkor lehet, hogy kényelmesebben, gyakrabban, vagy adott esetben ezt preferálják már a mindennapos közlekedésben. Az egységes tarifarendszer tekintetében mi bizonyos szempontból felhasználóként önkormányzat vonatkozásában azt látjuk, hogy e tekintetben biztos, hogy jó a Volán-MÁV együttműködés. Mert
mondjuk a mi szolgáltató partnerünk a Volánbusz, és érzékeljük már azt a fajta együttműködést, ami meg így kialakult a MÁV és a Volán között, ami értelemszerűen pozitívan hathat a helyi közösségi közlekedés összekapcsolásával, a helyi közi vagy távolsági közösségi közlekedéssel. És amikor gondolkodunk a tarifán, akkor van e tekintetben mindig egyeztetés, hogy jó lenne ezeket már valóban így összehozni, és általában is egy különösen a közösségi közlekedésnél, bár más területre is igaz lehet ez, az agglomerációs gondolkodás az szerintem nagyon fontos lenne. Tehát ne csak közigazgatási határban gondolkodjunk, ne csak városban vagy településben gondolkodjunk, hanem a környező településekben is gondolkodjunk. Tehát több mint 32 ezer ingázó munkavállaló van Fehérváron, aki minden nap bejön, és aztán itt dolgozik, és minden nap hazamegy. Egyébként az országban Budapest után a második legnagyobb. Győrnél is magasabb. Ez nyilván közlekednek. Nem mindegy, hogy teszik, nem mindegy, hogy mivel teszik, nem mindegy, hogy milyen időközönként teszik, és sorolhatnánk a kihívásokat. És látunk reményt pont a MÁV-Volán együttműködés bekapcsolásával, hogy egy kicsit agglomerációban gondolkodhassunk, hogy mondjuk az a helyközi busz az egyébként helyi busszá váljon, amikor belép a közigazgatási határon belül, és lásson el helyi buszfeladatokat is, mert akkor egyébként a hálózatot és a menetrendet úgy tudtuk bővíteni, hogy közben a környezetet pedig semmivel nem terheljük, hiszen az autóbusz végigmegy a Budai úton, de akkor fölvesz jóval több Fehérvárit is. Tehát ez szerintem a jövő közlekedésének egy nagyon fontos szemléletformálásán túl konkrét tartalmi eleme. Igazán plusz költség nélkül, plusz környezeti terhelés nélkül, plusz közösségi közlekedési lehetőséget ad az emberek számára. Ugye a beszélgetésünk meghirdetése kapcsán lehetőséget biztosítottunk a székesfehérváriaknak, hogy kérdésekkel készüljenek, és az őket foglalkoztató kérdéseket ugye elküldjék, és itt megválaszoljuk. Az egyik ilyen a tömegközlekedés fejlesztéséről volt ugye szó, biciklitárolók építése, bicikliút, biciklihálózat és a kerékpárosok szempontjainak a figyelembe vétele, valamint, hát hogyha már az álmoknál tartunk, a villamos vonal nem lenne hülyeség, írja az egyik kommentelő. Utóbbit nem én kommenteltem, hogy utána válaszolhassak erre a kérdésre, de az álmomat már elmondtam. A kerékpár támaszokban közösen értünk el szép eredményt az elmúlt években, civil kezdeményezésre, a kerékpárosok kezdeményezésre lehetett ezt megvalósítani. Szerintem sikeres, és érdemes tovább menni. És hogy mennyire sikeres, ez pont azt jelzi, hogy nagyon sok intézmény keres meg bennünket azzal, különösen iskolák, hogy milyen jó lenne, ha az ő bejáratukhoz is lenne ilyen, milyen jó lenne, hogyha azok már zártak lennének, de legalábbis fedettek, jól ellenőrzöttek lennének. Ugye szerveztünk egy ilyet, a Covid elvitte, de remélem újra tudjuk ezt gombolni a belvárosba, egy ilyen fedett kerékpár tárolót egyébként egy lebontott épület helyén, tehát ez egy kicsit más szemléletű fejlesztést jelentene oda. Szerviz merült föl, hogy kerékpáros szerviz legyen, ugye főleg a Balaton-Budapest kerékpárút okán biztosan megnövekvő kerékpáros közlekedés tekintetében, amihez a városi gyűjtőutakat hozzá lehet kötni, és ezáltal egy hálózat az szépen ki tud alakulni. Kaptunk kérdést, ugye azért láttam a Várkörút vonatkozásában is, igen, kifejezetten jelezni szeretném, hogy nem tervező hiba történt, hanem megrendelő kérte a tervezőtől, hogy csökkentsük le az átmenő forgalmat a belváros közvetlen szélén, és ezt bizony ilyen eszközökkel lehet megtenni, mert nem lehet érdeke a városnak, hogy a Várkörútat nagy gyűjtőútként használják az emberek, mert nem alkalmas rá. Arról nem is beszélve, hogy a környező csodálatos épületeknek sem tesz az a rezgési út, amit az egy ekkora forgalom, amit korábban volt elért. Sikerült is egyébként lecsökkenteni. Érdemes megnézni még más hasonló jellegű útvonalakat. Nyilván ez egy speciális kialakítás volt a várfa limitációjával, de hát azért mondjuk a Rákóczi útnak ez a gyönyörű zöld fás része, ami megnőtt, azt hiszem, hogy önmagában mutatja, hogy mi lehet a jövőkép, hogy lehet zöldet behozni a közlekedés közepette is egyébként a városba. Úgyhogy a Várkörút tekintetében nem tudtam egyetérteni a kommentelővel, de kérem ne a tervezőt, hanem akkor inkább engem bántsanak, hogyha ez valakinek nem tetszik, de efele fogunk a jövőben is menni. Nem biztos, hogy a gabionfallal, ez egy speciális lokális kialakítás, de kell, hogy a belvárosunkat, és ezt tágan értelmezve védjük,
és azért figyeljünk Nyugat-Európára, mondjuk Grácra, ahol egyébként a belváros egész nagy területére egyáltalán nem lehet bemenni autóval, vagy ha csak úgy lehet bemenni, hogyha valaki az autót azt nem a háza előtt, hanem az udvarán, vagy a mélygarázsában, vagy valahol tárolja. Ezeket is át kell, azt hiszem, hogy értékelni a következő időszakban, mert milyen jó sétálni, leülni a teraszokra a belvárosban, milyen jó lenne, ha ez mondjuk ugyanígy lenne a Kossuth utcában, ugyanígy lenne a Szent István téren, a kis Sikátoros utcaink egyikében, másikában, mert fantasztikusan szép, hangulatos belvárosunk van, jó lenne azt visszaadni az embereknek. És ezt mondja Cserpalkovics András rendszeresen, autós is, vagy autózó is természetesen. Ugye itt a kommentelőknél, ami nagyon, nekem nagyon tetszik, az szintén a villamos dolog, mert valami kiszámított az a kötött pályás közlekedés, hiszen ott kevésbé intett a dugónak, kevésbé van kitéve, és gyors és megbízható. Ugyanakkor, ami a kerékpáros kiegészítés életi, nagyon jó lesz, ha megépül a Balatonig lévő kerékpárút, mert a Balatonnál nagyon sokan bicikliznek, nagyon sok visszatérő turista biciklizik, és nagyon sokan mondják azt, hogy picit uncsi már, aki már 6-szor, 7-szer tekeri meg, és szeretne kitérni, és ilyen 30-40-50 kilométereket szívesen térnek ki, akár a Káli-medence fele, akár a Dél-Balatonnál, akár jönnének erre fele is, hogyha lenne miért jönni, és ez turisztikai szempontból szintén egy fontos kitérő lett, mondjuk egy Fehérvár, egy balatoni többnapos túra szempontjából. Úgyhogy ezek mind fontosak. Talán volt egy olyan kommentelő, ez a különböző mobil megoldások, mobil jegyek, és itt elől ugye beszéltünk is az előbb. Engem ami meglep, és ami jó lenne, hogy egyre többen, egyre kevesebben állnak sorba fiatalok, okostelefonnal rendelkezve, bankkártyával rendelkezve bérletvásárlásért, papulapú bérletvásárlásért, hanem tényleg menne az online vásárlás. Igen, erre csak rácsatlakozva, hogy az ügyfélszolgálat szokott olyan képeket kapni fiataloktól, hogy mekkora sor volt az automatánál, amit egy iPhone-nal fényképeznek le, közben pedig meg tudták volna rajta venni a bérletet is, és nem mondjuk panaszlevelet írni. De mindegy, nem is ez volt most a kérdés. Csak a villamossal kapcsolatban, hogy nekem most ez tényleg csak annyi hozzászólásom, hogy szerintem sem hülyeség, és csak annyi, hogy akkor legyen a vasúton egy megállója. Tehát ennyi. Sőt, a vasútnak miért ne lehetne több megállója a városban? Én szerintem vannak olyan vonalak, amiket föl lehetne használni, és ahol most is zajlik személyközlekedés, és ezeket be lehetne építeni a város közösségi közlekedésének a szövetébe. Biztos, hogy jó lenne. Egyébként számomra mókás, hogy a mobilitási hét, ami az autómentes nappal kezdődik, az egy milyen keretben van itt foglalva Fehérváron. Ha emlékszünk rá, múlt héten vasárnap vagy szombaton volt a jaguárosok találkozója, ma az e-mobilitás a gépkocsik találkozója, és az autómentes nap egyetlen rendezvénye egy bringás uzsonna volt, egy olyan téren, ahová nem lehet bemenni biciklivel. A másik ilyen nagy, mondhatni csokorra való kérdéskör, az a körforgalmakhoz kötődően érkezett. Egyrészt, hogy miért egysávos körforgalmak vannak, miért nincsenek Fehérváron kétsávos körforgalmak, lásd az Ósán körforgalmat említve. Aztán a másik része, hogyha már egysávos körforgalom, akkor miért a körforgalom után miért jönnek zebrák? Tehát egy ilyen komplex kérdéskör volt a körforgalmak kapcsán. A körforgalom az sok mindenre alkalmas a közlekedésben, lassít forgalmat bizonyos szempontból, ami bizonyos helyeken cél, de éppen könnyebb átereszthető képességet ad bizonyos csomópontoknak, mondjuk egy lámpához képest pedig azt eredményez, hogy vasárnap délután 2 órakor, amikor nincs ott senki, nem kell megállnom és megvárnom az 1 percet, hogy végre zöld legyen a lámpa, hanem haladhatok. És ezt is meg kell tanulni használni. Szerintem van fejlődés, tehát már az elmúlt 1-2-3 évben is van fejlődés, hogy használjuk a körforgalmakat, ami ugye nem stop tábla abban az értelemben, ahogy a stop tábla a stop tábla. Tehát igenis egy rugalmas közlekedésre lehetőséget adó eszköz. Hát ha az igény az, hogy legyen 2 sávos körforgalom, akkor az igényt ki fogjuk elégíteni az államban közösen, hiszen az Osan körforgalom az várhatóan jövőre, a jövő évben megvalósuló beruházás keretében 2 forgalmi sávval fog működni a jövőben. Meglátjuk majd, hogy ez hogyan fog beválni. Hát látom azt, hogy van, aki szerint ugye ez nehézségeket fog okozni. Biztos, hogy nehézségeket fog okozni az elején. Teszem hozzá, csendben Győrben van ilyen körforgalom, és szépen működik.
itt is muszáj működjön, mert a jelenlegi forgalmi szituáció az nem fönntartható. De a megoldást az nem az fogja jelenteni, hogy egy vagy két sávos körforgalom az Osan, hanem a negyedik stráda lejáró és az M81-es összekötés, tehát az M1-M7 összekötése fogja a megoldást jelenteni, hogy azok, akik csak átszelnék a várost, azok egyébként ott jöjjenek majd le, és egyáltalán ne is kötődjenek a városhoz, hanem a város mellett szépen elmenjenek és elinduljanak az M1-es irányába. Ugye ennek az előkészítése zajlik, és bízom benne, hogy a következő évek egyik nagy közlekedési fejlesztéséket fog ez megvalósulni Székesfehérvár vonatkozásában is. De ugye itt akkor megint az autókról beszélgetünk, és megint az autósokról beszélgetünk. Ezért fontos az, hogy egyébként megnézzük, hogy valójában mindenki ott és akkor is úgy használja ez autóját, ahogy egyébként az feltétlenül szükséges, és akkor megint visszajutottunk a szemléletformálásig. De én egy rossz hírt mindenképpen szeretnék közölni. Nem látom be, hogy miért ne arra gondoljunk, hogy bizony az autószám még jelentősen nőni fog. Tehát gondolhatjuk mi azt, hogy majd az embereket rávesszük, hogy ne vegyék meg a második autót, vagy a harmadik autót. Én úgy érzem, hogy ahogy Nyugat-Európában megvették múlt idő, úgy nálunk is meg fogják venni. Ahogy erre anyagi lehetőségük lesz, meg fogják venni a második és a harmadik autót. Fehérvár, amelyik a legmobilisabb város a tekintetben, hogy az egy lakossal jutó autós számban, gépjármű számban a legnagyobb az országban, még Budapestnél is egyébként nagyobb. Ez körülbelül a fele autós számot jelenti, mint egy német város esetében. Tehát az a rossz hírem van, hogy abba kell gondolkodni, hogy 10-20 év múlva bizony ez az autószám nagy részben itt lesz a városban és a város környékén. Ha tehát nem tudjuk ezt a komplex fejlesztést átgondolni, akkor bele fogunk fulladni a saját autóinkba. És azt szerintem kevés lesz, hogy azt mondjuk, hogy ne vegyék meg, mert ha megteheti, meg fogja venni, mert soha nem lesz kényelmesebb eszköz annál, mint amit autónak hívnak. Nem mindegy, hogy miért vesz, nem mindegy, hogy zajtalan lesz-e a város közlekedése. Itt mennek mellettünk az autók keresztül kasul, nem is halljuk őket. Megy autóbusz, nem is halljuk őket. Tehát a zaj és a légszennyezettséget azok az autók megoldják. Teszem hozzá, rájön az ipari problémákat és kibocsátási problémákat nem, mert ezeket az autókat is valahol le kell gyártani, az aksuknak is valahol majd lennie kell a végén is. De ebben a tekintetben lokálisan, egy városban ez igenis egy életminőségjavulást okozhat és eredményezhet. De a nagy kérdés az, hogy vesszük rá ezt az embert, nem biztos, hogy saját tulajdonba kell lenni ennek az autónak. És a roller erre egy nagyon jó példa, hogy nagyon sokan a megosztókat úgy használják, hogy neki magának nincs rollere, de amikor éppen szüksége van rá, akkor egyébként egy applikáción keresztül könnyen elérve azt használja, és nem vette meg. És ez egy autónál ugyanígy működhet. Úgyhogy az én álmom az, hogy legyenek ilyen autómegosztók, ahogy már Budapesten vannak, mondjuk elektromos autómegosztók, legyen ilyen Fehérváron is. És amikor nekem valami miatt az autó kell, nem biztos, hogy a saját autómba kell beülni, hanem ott van egy autó, és egyébként azt használom. És akkor már lehet, hogy nem veszem meg azt a harmadik autót, mert arra már a mindennapokban nem feltétlenül van mindig szükségem. Sokszor a négysávos főutakat visszaállították kétszer egy sávra. Miért? Ez is egy kérdéskör. Azért, mert a csomópont a lényeg. A csomópont áteresztő képessége dönti el, hogy kialakul vagy nem alakul ki az a sor. Hiába van egy kétszer két sávunk a Budai úton, ha utána belemegyünk a Kisbudaiba, és utána belemegyünk a Teleki előtti, a város egyik legkisebb csomópontjába, és ott akarunk áttengedni egy országos közútnak a forgalmát, ami nyilvánvalóan egyszerűen nem működik. A Várkörútnál elmondtam, hogy kifejezetten a forgalom csökkentése, és ilyen értemben környezetvédelmi és városvédelmi szempont volt a szempont, és de a Berényinél és a Pántirok bizonyos szakaszánál ez volt a cél. Egyszerűen a csomópont, amibe belemednek a kétszer két sávosok, azok sajnos kétszer egy sávosok, és képtelenek ennél nagyobb forgalmat, már ezt is csücskösen tudják átengedni. Ezért szeretnénk elérni, hogy mondjuk a déli összekötő út megépültével, amink nagyon szépen halad előre, és úgy látjuk, hogy jövőre át fogjuk tudni adni, hogy ne jöjjön be mindenki a Horváth István Széchenyi csomópontban, ami egyszerűen nem bírja el ezt az óriási forgalmat. Ma azért kényszerül bejönni, mert nincs alternatív útkapcsolata sehol máshol, legfeljebb a strádánál, ahova már nem biztos, hogy kimegy és átmegy és visszajön, hanem inkább akkor bejön és kivárja azt a 5-10 percet annál azoknál a
a csomópontoknál, hogy elfordulhasson mondjuk jobbra, vagy mehessen más irányokba. Máshol egyébként ilyenfajta szükítési kényszert nem érzékelünk rövid távon, közép-hosszú távon más kérdés. Palotai út az szerintem egy joggal fölmerülő kérdés, hiszen annak is a kivezető szakaszai már nem kétszer-két sávosak, tehát ez a probléma halmaz ugyanúgy megjelenik, de rövid távon valójában a Berényidél merült ez föl, és mondom teljesen más szempontból a várkörút tekintetében, de a közlekedésnek a rugalmasságát azt a csomópontok fogják tudni megoldani, és nem zöld mezőben építünk egy több mint 1000 éves várost, meg több száz éves az útszerkezete, különösen a tágértelmezett belvárosban. Nem tudjuk kijebb tolni az épületeket és hirtelen óriási sugárutakat nevezni. Egyébként szerintem nem is lenne jó, még ha tudnánk sem ezt meglépni, mert pont az az élhetőség és szépség veszne el, ami szerintem érték egy ilyen jellegű városban. De a csomópontok bővítése az bizonyos helyeken lehetséges, ott ezt megtesszük, de nagyon sok helyen egyszerűen nincs rá hely, ezért nem lehet megtenni. A bíróság előtti csomópont az nem lesz nagyobb, mert nem fogjuk lebontani a evangélikus templomot, vagy nem fogjuk lebontani a bíróság épületét, vagy az Icsi-liget gyönyörű épületeit, és nem fogjuk a parkot beépíteni burkolattal, mert hogy a szabály, hogy zöld terület helyére nem helyezünk parkolót, zöld terület helyére nem helyezünk már mást, ilyen döntések már nem fognak születni, tehát a meglévő betonos helyekkel lehet gazdálkodni, mint betonos helyek a jövőben, és inkább fordított előjel azoknak egy részéből kéne közösségi tereket, parkokat, zöld területeket nyerni. Illetve itt nyilván sem előny, hogy azért az évek alatt mondjuk egy elkerülőt ad benőtt a város. Tehát, hogy ezt meg a gyakorlat adja, hogy elkerülő útnak épült, és utána körül épültek az épületek, és nem elkerülő útként használjuk ma már, és csomó pontokat kell megvalósítani. Házak épültek utcákkal, azok mind gyűjtenek valahova. Tehát, hogy a város adottsága az egyre inkább determinálja azt, hogy milyen úthálózatot tudunk fejleszteni benne, vagy tud benne fejleszteni a város. Örömmel hallom polgármester úrtól, hogy zöld területre már nem fognak parkolók épülni. Az elmúlt években többször is előfordult ez. Például Horváth István az Olajfa óvoda környékén, ott is ki lett alakítva egy 10-20 férőhelyes. Én nagyon úgy emlékszem, hogy ott parkolt, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Én azt látom, hogy az utak mentén, ahogy voltak a zöld területek, például az Erzsébet úton is, ott nem most lettek kialakítva, de másutt is a városban, egyszer csak így a zöldek helyét, mint az éhes hernyó, úgy rágják a parkoló területek. De hogyha tévedek, akkor ezt örömmel hallom. Azt tudom viszont, hogy a egy-egy parkolóhely létesítése az közel 1 millió forintba kerül a városnak, ha jól tudom. És a parkolóhelyek jelentős része még mindig nem fizetős. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egyenesen annak a szükségletnek a kielégítése szolgál, hogy igen, a lakosoknak legyen első-második kocsijuk. Amiről viszont sokszor vitatkoztunk, és még mindig nem sikerült megvalósítani, hogy a bicikli támaszok örömmel szép száma növekedő száma mellett, szépen növekedő száma mellett a lakó területeken megoldani a kerékpártárolást. Az épületekben levő kerékpártárolókkal vegyesek a tapasztalatok, de én nagyon el tudnám képzelni azt, hogy legyen egy olyan előírás, hogy mint tudom, minden 20 parkolóhely, ahol van, abból egy parkolóhely az bicikli támaszokkal van felszerelve, ahol elfér egyébként körülbelül 8-10 kerékpár. Tehát nagyjából arányos is. Én azt látom, hogy ez elég sok helyen van így az országban. Például legutóbb éppen Pécset láttam én is nagyon jó példákat, ahol még meg is rakták a parkolónak ezt a gépkocsi körvonalát, ami nagyon jól szimbolizálja, hogy egy gépkocsi helyén ott áll 8-10 bicikli. És azt gondolom, hogy ez a parkolóhelyek, zöld felületek kérdése, ez egy olyan kérdés, amiben érdemes mindig a zöldnek az elsőbséget adni. Ugyanúgy, mint a városi tereinkben, közösségi felületein is, ahol az én ízlésemnek egy kicsit sok a térkő, de ez lehet az én egyéni problémám. A Jávorotó térre gondolok most például, ami gyönyörűen van parkosítva, a parkosított része, és hatalmas nyáron vörösen izzó kőfelületek létesültek. Említette polgármester a Rákóczi úti zöld fasort is, ami egy nagyon jó dolog. Ilyen zöld folyosókat, fasorókat kellene létesíteni minél több helyen, ahol csak lehetséges.
Én el tudnám képzelni, hogy a Piasztér Palotai út közepén is a Vörösmarty térnek a folytatásaként végig egy zöld folyosó legyen, mert ez érezhetően csökkenti az érintett területeken a hőmérsékletet. És hogy nyáron hány fok van a városban, ezt mindenki tudja. Csak muszáj egy dolgot lereagálnom, mert nem szeretném, ha tévedés maradna a közvéleményben. Nem történt az elmúlt években zöld terület rovására parkoló építés Székesfehérváron. És a jövőben sem fog. Sőt, a lakossági fórumok zöme az éppen ezen viták között zajlik, amit mi vívunk meg, mert mi vagyunk ott, de egyértelműen abban a tekintetben, hogy bár szeretnének nagyon sok, néha egyébként kicsit elhanyagolt zöld területek helyén parkolót látni az emberek, de mi ehhez nem járulunk hozzá, vállalva ennek egyébként a konfliktusát is. Csak nem szeretném, hogy ezért az maradjon a köztudatba, hogy zöld területek helyén itt parkolók épültek el az elmúlt években Székesfehérváron. Ilyen nem történt, és a jövőben sem fog történni. Másodszorban a murvából kinövő gaz az nem közterület, az elhanyagolt közterület. Tehát ez fontos, hogy a murvából kinő a gaz, az nem zöld terület. Annak nincsen környezetvédelmi lába, annak csak ezerféle városüzemeltetési problémája van. Azok a köztéri belvárosi parkok, amik kialakultak, azok figyelembe veszik azt, hogy a belvárosban közösségi terek vannak, ahol az emberek összejönnek. Vagy elődeink így tervezték. A Bartók Béla teret azt egy rendezvénytérnek álmodták meg a 20-as, 30-as években, és jogos érve a belvárosban a lakóknak, hogy nem minden a sétáló utcán, vagy nem minden a főtéren legyen. A Bartók Béla tér ezért úgy történt, ahogy az elődeink úgymond meghagyták nekünk, hogy egyébként milyen teret szeretnének ott látni. A jövőben sem fog tehát zöld terület kontójára ilyen közösségi tér, vagy egyébként parkoló kialakulni. Viszont a tudomásul kell venni, hogy lehet azt mondani, még egyszer lehet azt mondani, hogy akadályozzuk meg azt, hogy mi helyest tudtunk nekik alternatívát mondani. Másodszorban a belváros elég jelentős környezetében már csak fizetős parkoló van, sűrű lakott városrészekben viszont csak akkor nyilvánítunk valamit fizetős parkolóvá, ha az ott élő lévő társaságnak zöme az ezt közösen többségi döntéssel kéri. Mert azt a társadalmi konfliktust, ami abból fakad, hogy az ott élők most használhatják, vagy nem használhatják, és milyen feltételekkel használhatják, ezt a társadalmi konfliktust az önkormányzat nem szeretné az adott városrészekben élőktől átvállalni, ezt nekik kell eldönteni, ha ők ezt kezdeményezték, akkor bevontuk a fizetési zónába, ez így fog történni a jövőben is. És mihelyest meglesznek az alternatívák, parkolóházak, P+R parkolók, akkor lehet elkezdeni szigorítani az egyéb parkolási módozatokat, addig ugyanis szerintem ezt megtenni, az abszolút inkorrekt lenne. A kerekasztal beszélgetésünk a végéhez ér. Egy kérdést még mindenképpen szeretnék feltenni a beérkezett kérdések közül az elkerülő Bakony utc összekötése kapcsán. Az hasznos lenne, de gondolkodnak előre a jó megoldáson. Ez mindenképpen fontos, és utána, hogyha ezt megválasztoltuk, akkor szeretnék megkérni mindenkit, hogy egy összegző gondolattal zárja le a mai kerekasztalunkat. Igen, szándékozunk megcsinálni a Bakony utcai kikötést, ennek a terve készül, meg lesz az engedélye, és utána forrást kell hozzá találni. Másfél-kettő-kettő és fél milliárd forintos költsége van attól függően, hogy a közműveket és egyéb felületi bővítéseket hogyan tudunk megvalósítani. Bízunk benne, hogy a pályázati forrás rendelkezésre fog állni, és még egy ilyen kérdést szoktunk kapni, Úrhidai út és elkerülő csomópontja. Ez viszont része az előbb említett M81-es terveknek, tehát az Úrhidai csomópont vele együtt az útfelújítás is a következő években meg fog történni. Köszönöm, és akkor talán kezdjük Lacinál a mai gondolatnak az összefoglaló eszenciáját. Én azt kívánom polgármester úrnak, hogy teljesíthesse mielőbb azt az ígéretét, hogy a családjával bejön ide biciklivel a belvárosba. Ha összegezni kell, én mégis megint nagyon szeretném megköszönni a meghívást, hogy gondolkodnak a városban, a vasútban. Azt gondolom, hogy egyébként a város életében ez egy meghatározó közlekedési mód. Rengetegen járnak be Budapestre, amit úgymond a vasút részéről mondjuk ígérgetni nem mindig jó, de azt gondolom, hogy itt összegyűjtve ezeket a gondolatokat fontos az, hogy a jövőben
az infrastruktúrális beruházások mellett épül az IMC, megteremtsük, amire én nagy hangsúlyt kívánok tenni a jövőbe, vagy teszünk más stat részéről is, hogy ennek a soft részét, a tarifális, illetve az informatikai részét úgy tudjuk biztosítani, hogy tényleg az ingázás vagy utazás ez élményszerűbb legyen a jövőben. Én, aminek a mai beszélgetés alapján nagyon örülök az, hogy tudtunk arról beszélgetni, hogy milyen lehetőségeink vannak, és melyik fejlesztés után következik a következő fejlesztés, és ezt tudatosan valósítja meg a város, és nem adhok dolgok történnek, illetve azt, hogy a technológia sokkal előrébb tart, mint amit edukáció szinten a tömegek fel tudnak fogni, amit mi magunk képesek vagyunk felfogni, és utána azt a gyakorlatba lefordítani. És itt beszéltünk az átlagos szegmensről, aki munkába jár, eszközöket használ, stb., akinek azt mondom, hogy majdnem, hogy kézügyesség a közlekedés, de nem beszéltünk a nagyon pici gyerekekről, és nem beszéltünk az idősekről, nem beszéltünk a mozgáskorlátozott emberekről, akinek az átjáratóság biztosítása a közlekedés szintén fontos feladat, és ennek mindennek a fenntartató történelmi biztosítása. És azt gondolom, hogy ha megoldjuk azokat a gondokat, amik most a nagy tömegeket foglalkoztatják, és az következő 2-3 évben akár a csomópont, akár a déli városrész, akár az Ocean Core program, hogyha nagyokat ki akarom emelni, ezen túl vagyunk, és megjelennek a különböző alternatív szolgáltatók, bármilyen megosztó szolgáltatók a városban, akkor tudunk a szűkebb szegmensek, de nagyon fontos szegmensek felé is menni, és nekik is tudunk majd megoldást találni. Tehát az a jó hírem van a Lacinak, hogy végig tudok már jönni kerékpárral a munkahelyemig a Donát utcából kerékpársávon, hiszen lecsorgok a Fiskális útra, utána jövök a Pozsonyi alsó szakaszán, aztán a Berényin, aztán eljövök mondjuk a Várkörútnál, és az utolsó pár 10 métert pedig betolom szabályt követve, kérve minden közlekedési forma használóját erre a Városházáig. Tehát az elmúlt években megvalósultak azok a fejlesztések, ami alapján én ezt megtehettem, és bízom benne, hogy a következő években pedig minden olyan fejlesztés megvalósul, ezt minél többen tehessék meg. Mondjuk én például ugyanezt a Budai úton, a Budapest-Balaton kerékpárút keretében tudjam megvalósítani. Ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, akkor viszont kialakítható talán az a konszenzus a közlekedési formák használói között, hogy mikor mit érdemes és célszerű használni, hogyan lehet ezt gondolkodásban, szemléletben, formába el is érni, hogy az emberek azt használják, de mindegyiknek szerintem az alfája és omegája, a stresszmentességnek is szerintem, hogy használjuk szabályokat követve az adott közlekedési eszközöket és a másik közlekedési eszközt használóra odafigyelve. Általában is az életünket könnyebbé teszi, ha odafigyelünk a szomszédra, a barátra, az ismerősre, vagy éppen az ismeretlenre. Ez szerintem a közlekedésben sincs másként. Akkor rögtön stresszmentesebb a közlekedés. Hogyha a 30-as táblánál 70-nel száguldozunk, akkor magunknak is egyébként okozunk stresszet, mert mindig ott van, hogy ott lesz az a trafipax, meg egyébként a másiknak is, aki kerékpárral vagy gyalog közlekedik mellettünk, vagy éppen rollerrel. És ami szerintem nagyon jó hír, hogy a roller nagyon, nagyon gyorsan megtalálta a helyét a város közlekedésben, sokkal kevesebb a konfliktus, mint más városokban, ez szerintem nagyon pozitív, és hát bízunk benne, hogy hamarosan ezt követni fogja ugyanilyen típusú hálózatban a kerékpár, ugyanilyen hálózatban a kis robogók, amik szerintem megint csak nyilván elektromos meghajtással, amik szintén érdekesek lehetnek, és mondom, amit én szeretnék látni, hogy meglegyenek azok az autók, amelyeket ugyanilyen applikációval ugyanígy lehet használni, és akkor nem biztos, hogy meg kell venni azt a második, vagy a második után azt a bizonyos harmadik autót, és akkor így komplexen tudunk a város közlekedésében előre lépni, de odafigyelés egymásra. Szerintem ez a kulcs. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.